Sziasztok! Ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban Milánóba látogatunk, hogy megnézzük, hogy mi is történt szilveszter este az olasz lányok és a helyi migránsok között. Ezek után beszélgetünk egy kicsit arról, hogy miképpen áll Márki Péter a magyar kisebbségekhez, és végezetül megnézzük, hogy mennyire volt az ő döntése az, hogy neki nem lesz saját frakciója, bárhogy is záruljon a 2022-es országgyűlési választás. Megszokott beszélgető partnerem, Abkarovics Jocza barátom. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Én pedig Orbán Gergő vagyok. A zene után azonnal indulunk. Nos, volt ugye egy kisebb, vagy egy kisebb, nagyobb affér ismét itt a bevándorlók és a helyi lakosság között itt a karácsonyi szilveszteri időszakban, most éppen Milánóban, ahol több lány ugye azzal vádol migráns hátterű olaszokat, vagy új olaszokat, ha. vagy hogy is fogalmaztak? Mil Milánói romantik Ahmedékkel. <laughs> <Igen, igen, gül> Ahmed és barátai, hogy őket bizony molesztálták, és talán egy egészen fizikailag molesztálták őket, tehát nem csak verbálisan. Megmondom ez hogy megnyugodtam, amikor letisztáztam magammal, hogy te velem voltál a Balatonon, hogy a és nem te voltál. És, és, akkor, és akkor egész egyszerűen az volt a, 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 történet, ugye, hogy ők feljelentették ezeket a, ezeket a migráns hátterű fiatalokat, vagy idősebbeket, ezt nem tudom pontosan, hogy volt itt a, itt a korosztálybeli megoszlás, viszont az volt a problémájuk, hogy a rendőrség ugye nem tett ez ellen semmit. Nekünk meg ugye szerintem az a problémánk vele, hogy ez kettő vagy három évvel ezelőtt Kölnben el, lejátszódott már, és több német nagyvárosban is ugyanígy szilveszterkor, amikor az emberek ott az utcán ünnepeltek, és most megtörtént Olaszországban is. Tehát az elmúlt két-három évben gyakorlatilag ebben a tekintetben semmi sem változott. Hát most bennem felmerült az a kérdés, hogy vajon ezekben a muszlim férfiakban mit okoz a szilveszter? <laughs> tehát, hogy, tehát hogy, hogy, ők miért vadulnak meg ennyire, ennyire szilveszterkor, és egyébként amúgy, ha már felhözted a kölni párhuzamot, akkor euh, még annyiban erősíteném ezt, hogy például itt is volt egy pár párnapos lauf, míg a médiához eljutottak ezek a hírek, ami, ami egyébként szerintem plusz egy érdekes aspektus, hogy három év alatt ez sem változott, mert ugye Kölnben is ez volt, hogy a, hogy a, a német Köztévé egyébként napokig erről nem akar beszámolni. Hogy vajon, vajon, vajon mi az oka annak, hogy most fölteszem ezt az álnaív kérdést, hogy mi az oka annak, hogy ezt nem találták olyan fontosnak? Tehát vajon még milyen ö, ünnepek alatti hírek voltak, amik, amik ennél. Ö, hát ugye mi az első olasz kisbabának a neve? Giuseppe. Igen, igen szülei csak úgy hívják, hogy Pepito. Hát erre az álnaív kérdésre én sem tudok igazán válaszolni. Ellenben sokkal érdekesebb az, hogy amit mondtunk, ez a média elhallgatás és mi egymás, illetve ezen kívül, hogy ezek az észak-afrikai férfiaknak az a fajta hozzáállása, hogy ők, ők miképp gondolkodnak a nőkről. Mert szerintem ez nem olyan dolog, hogy hú, pár észak-afrikai, ilyen azt mondta, hogy ezt csinál, meg, azt sem, hanem egész egyszerűen azért, hogyha ezeket a kultúrákat megnézed, jellemzően az arab kultúrát, ott azért a nők értéke, meg, meg társadalmi pozíciója az abszolút nem hasonlítható össze az európaival, így Értsük így, én ér Nyugat-Európát, Magyarországot, Kelet-Európát, bármit. Tehát egy az európai értékrendet egészen más szinten vannak. Uh, igen, uh, most ezt. Uh annyiban egészíteném ki, és nem vagyok a, az iszlámnak egy nagy szakértője, de hogy azért azt így nem állítanám, hogy, hogy, ott a nő értéke az mondjuk kevesebb lenne, hanem inkább azt mondanám, hogy, hogy más szimbólumrendszerük van, illetve nyilván más minőségben állnak a nő, nőhöz, és, és én azt gondolom, hogy például nekik az a fajta nőkép, ami van, Európában van, akár az öltözködést, hogyha nézed, az nekik egyszerűen pont ugye az a kulturális és szimbólumrendszerbeli különbségek miatt neki más jelet közvetítenek. Tehát egyébként amúgy, hogyha ha belegondolsz, tehát az, amúgy tényleg elég fura irányba megy már el ez a nyugati szabadosság, tehát amikor van TikTokon egy rakat ilyen videó, hogy lányok, tehát elmész egy edzőterembe, és a lányok olyan ruhában vannak, hogy, hogy hát gyakorlatilag, hogyha te nem, nem is akarsz, mert én nem akarok oda nézni. <coughs> de, de hogy, nem szabad. De nem is szabad, és igazából csak néha így a, egyszerűen a, a tekintetemet elviszi egy-két ilyen ö, ö, forma, és akkor meghökkenek, <coughs> megdöbbenek, de nem döccenek. Hát de ahogy hogy, keresed a 40 kilós kézi súlyzot. Hát igen, és így nézem, és így mondom, gyerekek, engem csak azért zavar ez, mert, mert zavarja az edzésemet a koncentrációt. Na, és hogy, hogy, hogy most gondolj, gondolj, bele, hogy, hogy tehát azért tényleg így a, már a, a, a nyugati férfit is hát erő, erő, erős önkontrollra szólítja fel azért ez, a, ez ezek a szituációk, és akkor ehhez képest mondjuk egy olyan kultúrában, ahol például mondjuk nem tudom egy, egy, az, hogy egy nő szabadon az utcán fedetlen testtel nem tudom mit csinál, hát azt, 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 a nőt egy kicsit úgy is kezelik, mint ahogy itt nem lehet, meg nem is tartom helyesnek, hogy, hogy, hogy így kezeljék, de nyilván akkor az ő szimbólumrendszerében ez egy ilyen szabad példává válik. Jó, álljunk meg egy pillanatra, tehát azt gondolom, hogy itt, én, itt ennek két, van két olyan aspektus, ami, ami szerintem változott az elmúlt időszakban, mert mert az még egy tíz év megállt hogy igen, mert hogy ezek az európai nők, ezek úgy öltözködnek, hogy az tényleg az, az undorító nekünk, mit tudom én, muzulmán férfiaknak, mert hogy így nálunk csak a nem tudom, a a, a rindyók De, de szerintem nem undorító, de... csak ringyónak tartja. Oké, okay, De ez megváltozott? Tehát nekem nem mondta, Németországban hányszor beszéltük azt, hogy ez a, az a női öltözködés sok eset volt, már átment egy ilyen, teljesen ilyen, ilyen más világba. Tehát mert nincs egy ilyen miniszoknyák, meg ilyen nőiesen öltözködés, hanem lett belőle egy teljesen egy ilyen, egy ilyen unisex öltözködés, ilyen boyfriend nadrágokkal, meg nem tudom mivel. Az, az oké, okay. Tehát a uh az, mondja, egyetértek, hogy ez tényleg egy nagyon béna divat. Tehát, <laughs> ez nagyon béna divat, hogy akkor mindenki egy óvodás fiúnak öltözik nyugaton. De azért most tegyük, az azért, hogy Milánói szilveszter. Az, én nem, ne, nem, jártam Milánóban szilveszterkor, de lehet, hogy ez egy ilyen nagyobb, Jó, csak ö, a, de van egy-két bombább kis tányak. Jó, ki de én ezt kirakja. értem igazándiból, mert érted azért, tehát Milánói szilveszter azért ott is nem több 6-8 foknál. Tehát ezek a lányok biztos hosszú kabátban voltak, hiszen az utcán ünnepeltek, ez nem egy házi. E, igen, így, de, de, azért... Lehet, ezeknek a akik meleg országból jönnek, egyébként ilyen nagyon kívánat, egy meleg kabát. <laughs> Lehet, hogy a kabátot akarták igazából róla. Hát egyébként ez, ez lehetséges. Engem, engem inkább az érdekelne, vagy annak a, annak a miértje, hogyha, tehát most azt hiszem, hogy 2015-ben volt ez a, ez a Charlie Hebdo merénylet, ami azt gondolom, hogy, hogy, mindenképpen egy ilyen, egy ilyen töréspontnak számít, amikor ke, a politikában megjelentek, hogy, hogy vannak migráció támogató és migráció ellenes erők és uh, ugye a migráció uh, támogató erők, azok 2015-ben ugye azt magyarázták, hogy vannak emberek, akikre segíteni kell, be kell fogadni, egyébként gazdaságjel is rájuk szorulunk, mert, mert munkahelyeket, uh, tehát vannak olyan munkák, amiket uh, nem, nem akar betölteni európai ember, és akkor uh, erre ezek jók lesznek ezek az emberek, uh, illetve hogy egyszerűen a humanizmus azt követeli meg, hogy ezeket az embereket be kell fogadni, és aztán segíteni integrálni. Ugye volt a, a, a migráció ellenző oldal, aki pedig hát szkeptikusan állt ehhez a történethez, és ugye 2015 óta azt magyarázta, hogy az integráció ez gyakorlatilag lehetetlen, tehát ne is álljunk neki, ellenben olyan társadalmi folyamatokat indít be, amit ugye visszafordítani hát elég nehéz. És, és akkor, tehát mondjuk úgy, hogy mind a két oldal jó hiszemű volt. Tehát feltétlenül, mind a két oldal jó hiszeműen meg, csak más volt a véleménye. Na most eltelt azóta hét év azért jól láthatóan ez az integráció, ez, ez, nem működik. Tehát, hogy, hogy, hogy pont amit beszéltünk, tehát semmi nem változott. Na most, na most ehhez képest én már nem gondolom azt, hogy mondjuk a német politikai elit, mert ott mindenki annyira naív, bárgyú lenne, hogy mondjuk ezt ők, ők, nem, nem vonták le a saját következtetésüket. És akkor meg tényleg nem tudok mire gondolni, hogy ezek az emberek, emberek tényleg a saját magunk ellenségei. De én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy nem elérkezett a német politika arra a szintre, amikor már német politikusként, amikor a bevándorlást támogattad, most már innen nincs visszaút. Tehát elhagytuk azt a vörös vonalat, amikor még arcvesztés nélkül azt tudná mondani bármelyik német politikus, vagy nyugat-európai politikus, aki korábban a bevándorlás pártján át, hogy igen, látjuk, hogy az integráció ez nem haladt előre, multikulti társadalmak alakultak ki, fölrakom a kezem, elnézést kérek mindenkitől, lépjünk egyet vissza, és akkor gondoljuk át, hogy jó ez így. Ezt már nem lehet. Tehát ez már olyan arcvesztés lenne, hogy ők lehúznák magukat a politikába, meggyőződésem. Ö, én, én amúgy ö ebben nem vagyok, nem vagyok, biztos, mert például Dániában ugye megcsinálta azt a szocialista miniszterelnök, vagy ilyen szociáldemokrata miniszterelnök, hogy ők is ugye migráció támogatók voltak, és amikor látták, hogy, hogy hát ez a jól működő iskola rendszerük akmerékkel nem működik olyan jól, akkor azt mondta, hogy gyerekek, tehát ő azzal nyert választást, hogy, hogy szociális, és nagy lesz a szociális jólét, vagy továbbra is nagy lesz. Na most jól látható, hogyha a migrációt támogatja, ez a jólét nem fenntartható, tehát elengedte ezeket a humanista megközelítéseket, és azt mondta, hogy akkor mert le lehet hazamenni, és csomó embert ugye, ki, ki, is utasítottak. Egyébként nem akarok itt a, a nagy összeesküvés elméletével belemenni, mert tudom, hogy te nagyon szereted. Éként Egyébként, hogy tudom, hogy te neked a kedvenc könyved a sejk felesége. <gül> <gül> de, de, hogy, hogy van, volt egy olyan valamilyen dokumentumfilm, mert aztán igazából nem tudom, hogy, hogy, hogy ez igaz e de hogy a CIA-nek volt egy olyan technikája, hogyha stratégiai fontos vállalatokat meg akartak bénítani, tönkre akartak tenni, akkor, akkor azt csinálták, hogy a vezető pozícióba döntésképtelen embereket juttattak be. És, és, amúgy, ha belegondolsz, ez egy nagyon okos és nagyon rafi, rafinált dolog. És én, én, pont ugyanezt érzem, tehát, hogy, hogy én nem azt állítom, hogy ezek, ezek, az, ezek az emberek mondjuk mind CIA lennének, hanem, hanem az, hogy van, egy, van mondjuk egy szervezet, ami kitalálja azt, hogy, hogy na ezt a pár ilyen, ilyen félig idealista, kicsit eszetosz a uh, formát kell végrehajtó hatalomba bejuttatni, és egyszerűen megbénítesz egy országot, és belegondolsz, ez mennyivel olcsóbb, mint, mint nem tudom én katonailag megszállni. Tehát ez ki, kit érdekel már? Meg, meg, egyébként, nem, hogy mennyivel egyszerűbb eladni ezt mondjuk a hazai közvéleménynek, mert sehogy se kell eladni. Igen, de, de, szerintem egyébként ez, meg kicsit összecseng az, hogy, hogy a megélhetési politikusok korát éljük. Tehát, hogy és egyébként ők még ennek örülnek is, tehát, hogy ó, én egy kellemes döntésképtelen ember vagyok, hát egy kicsit ide, kicsit oda, leginkább hadd nekem, dönteni, de azért kapjam meg ezt a 10 eurót mert én erre tettem fel az életemet, engem ez szórakoztat most. Hát igen, és, és ugye, ami, a, ami még, még a Milánói eseményeken túl, ugye ennek a témának az aktualitását is adja, ugye, hogy, a, hogy a, a német, új német kormánynak a gazdasági minisztere, ő ugye ö, belengedte, hogy, hogy 300 ezer betöltetlen munkahely van ö, Németországban, ö, és, és hogy ezt bevándorlókkal kell ö, pótolni, vagy a gazdaság termelékenységére ö, fog ez negatív hatást gyakorolni. Most érdekes módon ez a gazdaság termelékenysége, ez például nem érdekli őket akkor, amikor mondjuk a saját gazdas, EU-s gazdaságot megcsorbító szabályozásokat hozunk, akkor sem fontos, vagy akkor sem fontos, amikor például saját energetikai szuverenitásunkat megnyírbáló ilyen zöld fordulatokat hozunk. De akkor, amikor 300 ezer zömmel analfabéta embert kell idehozni, hogy a német gazdaságot bepörgesse, Ó, oh, hát akkor, akkor nagyon fontos. Tehát ez egy a... külpolitikai szakértővel, vagy ilyen geopolitikai szakértővel beszéltem a múltkor, és ő azt mondta, hogy ha Németország igazán kreatív lenne, akkor nem Észak-Afrikából próbálná, vagy fekete afrikából megoldani ezt a munkaerő, valós munkaerő hiányát, hanem mondjuk Moldovából és Ukrajnából. Mert azt mondja, hogy nagyon közel állnak hozzánk kulturálisan. Egész egyszerűen gyakorlatilag ugyanolyanok, mint, mint a nyugat-európai emberek. hogy szóval ide jönnének ennyi pénzért gond nélkül dolgozni, valószínűleg hónapok alatt tudnának integrálódni a Német jóléti rendszerbe, hogyha megkapnák ugyanazokat a lehetőséget, mint észak-afrikai társai. És azt mondja, hogy nyilván Ukrajna és Moldova kiürülne, de gyakorlatilag a német ipar helyzete meg lenne oldva, és nem kéne, nem tudom, utasztatni őket tengeren át veszélyesen, kit fogadunk be, kit nem. És azt mondja, hogy azért az ukránok és a moldávok között viszonylag kevés az iszlamista terrorista. De innentől kezdve ez egy picit nyugalmasabb lenne. Igen, amúgy én is úgy tudom, hogy amúgy, amúgy kievben most éppen nem a dzsihádot. Nem, 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 nem picit térjünk picit az afgán példámra, mert mert az, hogy ők, hogy kezelik a nőket, és nyilván egyikünk sem szakértője a témának, csak hogyha nemrég volt hír, hogy a nők nők Nyilván nem! Azért! Hello Budapesti éjszaka! Nemrég volt hír, hogy Afganisztánban, nyilván ott ugye a tálibok vezetik meg mi egymást most, de hogy, hogy a nők a férfiak engedélye nélkül 70 kilométernél messzebb nem mehetnek a lakóhelyüktől. De Te tudod miért? Hova megy? <laughs> Hova megy? <gül> Na, <gül> Na de, hogy ebbe belegondolsz, tehát hogy azért ez, amikor te mondod, hogy hát nem hiszem, hogy más az értéke ott a vagy akármi, de oké, okay, ez lehet, hogy nem így és ez lehet, hogy csak egy ilyen jó hangzó dolog. De attól függetlenül a társadalmi szerepük és egyébként a lehetőségeik ezekben az országban egészen más, mint egy nyugat-európai nőnek. Más, hát azt mondtam, mondtam, hogy nem értékében, nem minőségében más. Ha, akkor itt nem figyelhettem. <gül> <gül> ez, ez volt az a pillanat. Csak hogy egy, a, én mindig azt, mondom, azt szoktam mondani, hogy egyébként azoknak a nagy bevándorláspárti ismerőseimnek, mert azért vannak ilyenek, hogyha nem is nagy de hogy nem ellenzik ezt a dolgot, hogy Gyakorlatilag pont azok a liberálisok, az ilyen, ilyen Liberális világszemlettel rendelkezők és egyébként a szexuális kisebbségek éshez tartozó emberek. Lesznek az első elszenvedői annak akár németországba vagy franciaországból valós veszély, amikor mondjuk a muszlimok, ha nem is többségbe kerülnek, de egy marha nagy ö, réteg kialakul, akik mondjuk tényleg hívők, és egész egyszerűen őket zavarja ez a fajta szabados világfelfogás, ez a fajta hozzáállása a franciáknak, hogy itt két férfi sétál kézen fogva az utcán, esetleg csókolóznak akár. Azért, azért, azért jó... lesznek, az elsők, akik elszenvednek. hozzáteszem, hogy szerintem azok az országok, amik ö, ö, komoly ö, bevándorló hátterű tömegekkel bírnak azért ott szerintem mondjuk, nincs messze az a, az a, kép, amikor mondjuk többségbe kerülnek és demokratikus úton kerülnek hatalomra. Egyébként azért, mert ugye egy tömbben vannak, van egy közös cél, ugye a vallás összeköti őket, és igazából csak az kellene hozzá, hogy mondjuk Franciaországban a politikai színre lépjen egy olyan tehetséges integrátor, tehát aki, aki egybe tudja fogni a muszlim tömeget, és akkor ugye ez egy nagyon veszélyes dolog ez a demokrácia, mert akkor gyakorlatilag megfelelő társadalmi felhatalmazással ők demokratikus úton be is tudják vezetni a sariát egyébként. És, és elmondom ez... neked, hogy szerintem az őslakosság jelentős vagy abból is szavaznának rá, mert hogy hát igen, mi meg mi bebizonyítottuk a kolonizáció során, bebizonyítottuk itt az ország, hogy nekünk ez nem megy, csak rossz irányba tart a gazdaság, vagy minden. Itt az idő, hogy ez a friss vérkeringés, ami bejött igen. az ország, megmutassa, hogy, hogy és, lesen. és egyébként amúgy, amúgy na ezzel tipikusan ezek a papréka kingák lesznek a legnagyobb bajban, mert, mert nem te leszel, hogy lehet még három feleség. Igen, ez. na, bum. na, na bum. És, és azt egy Ilyen. most euh, néztem a Kalifátus című sorozatot, és akkor, hogy lehet euh, négy feleséged, és azt egy ilyen kiközvetítőn egy gyakorlatilag, mint egy autót így, euh, így kilizingelsz, tehát hogy ez szerintem elsősorban nem a férfiak fognak bánkodni, hogy jaj, <gül> <gül> mik, mik, meg nem történnek. <laughs> Igen, meg, meg <laughs> hogy egyébként Európa egy elfogadó hely, pont, tehát bárhogy nézzük, lehet egy lehet azt csinálni, ilyen kisebbségként, szexuális kisebbségként, bármi vallási kisebbségként bárhogyan. De Pakisztán, Banglades, nem tudom, milyen már az Észak-Afrikai ország, ezek nem azok a tipikusan elfogadó helyek. Tehát itt, itt például a homoszexuálisokat egy csomó helyen mondjuk megveszőzik vagy megkorbácsák, vagy nem tudom. Igen, Tehát, igen. Hogy más helyen meg börtönbüntetés. Ja, kapnak. és mi lesz, hogy, mi lesz, hogy a kitalálják ugyanezt a kövérek? De pontosan <gül> <ugyan> <gül> ez volt a kérdésem. Ja. Tehát Tényleg ha, az... ne, szétvernék is <laughs> Az, mit kezdnék csak? Egy, egy mellékszállat hatózzak ezen este, amikor gondolkodtam ezeken a témáinkon, akkor, akkor jutott eszembe, hogy hogy, vacsora után? Igen, vacsora után. Hát tudod, én jó kedve levül, egy Egy kis szuszogás. <laughs> kis <szusogás. gül> hát, mert a harmadik ollakon föl kellett sétálni. Na tehát, hogy, hogy az a gondolkodtam, hogy vannak ezek, a, vannak ezek a tudod, akik ő, a jó Isten nincsen, úgy, stb. vallás ellenesek, mi egymás, hogy azon gondolkodtam, hogy én lehet, hogy hoznék egy olyan szabályozást, hogy nekik például nincs karácsonyi szület. Tehát egyébként nem úgy jogos, amúgy jogos lenne. Tehát nekik mire? Húsvéti? Minek? Mi az, hogy hosszú hétvége? Ne vicceljünk. És egy kicsit így elgondolkodtam, hogy aki megmondja, hogy én európér vagyok, nekem Magyarország nem jelent semmit. Igen, a március 15. október 23. Be dolgozni. Hát, de egyébként amúgy szerintem teljesen jogos. Mi miért valamit? Tehát most komolyan mondom, én is a május egyet, tehát nem vagyok egy szocialista kommunista. Emlékszem, hogy én volt, volt Németország, volt egy kínai lakótársam, és akkor emlékszem, hogy egy volt egy karácsonyi szünet, utaztunk haza, és akkor és akkor, hogy így, ő mondta, hogy mit elmegy Finnorszába, megnézni mikulásom innen minden, és akkor én, én gondoltam is magamban, hogy fú, nincs pénze hazautazni, hogy milyen, milyen rossz lehet, mert minden, és akkor kérdeztem, hogy nem mész haza, és akkor hogy miért menne haza? Tehát, hú, nem érdekli ez a karácsony, nem, 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 ünneplik otthon a karácsony. Tehát... jó, hát aztán rájöttem, hogy igen, hogy jó, jó hülye kérdést. <síns> <síns> <de>, hát így... <síns> Na, de egy kicsit tovább, tovább bevezhetünk. Evezünk is kicsit tovább a Márkizaj Péter és a kisebbségek vonalán itt a második témánkra. Ugye Márkizaj Péter, ugye ezt már a múltkori adásban megbeszéltük, előszeretettel beszél, kommunikál, nyilatkozik és videózik, egy kis home video jelleggel is, és tölt fel a TikTokra, hogy Deákzani oldalán láttuk, hát egészen méltatlan uh, <hállt> és uh, Gyakorlatilag ott tartunk most, hogy Márkizaj Péter mindenkit listázna. Ez egy ilyen nagyon jó szalagcím lenne, ugye nem teljesen így van, csak megmondta azt ebbe az egyik vasárnap videójába hogy ő nagyon büszke és nagyon elismeri azokat a zsidó embereket, akik képesek a Fideszre szavazni, és a Fideszben egyébként párttagok, és ő ismer is egy ilyet. Ismer is, igen, azt mondja, kevés van. Kevés, kevés van. Na, no, ez írja, kevés van, de azok egyébként, azok minden rék emberek. igen, igen. Tehát azt mondja, a, 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 fideszesek azok amúgy trógerek, de van egy-két zsidó, akit ő nyilván tart, Ö, azok az, azok nagyon korrekt, korrekt emberek igen. És még tudod, hogy miből? A, most nem tudom, amit még így notezba vezet, hogy hány homoszexuális van még a Fideszben, abból a, úgy vettem ki hangulatilag abból szerintem több. Tehát abból több, és uh, nem tudom, még milyen, milyen nyilvántartásokat vezet, meg hogy ezeket mire akarja majd felhasználni. De pontosan tehát... ez lenne nekem is a kérdésem. Tehát nem tudom, hogy lehet vele ilyen kvízestekre menni, hogy ö... szia! Az lenne a kérdésem, Péter, az első kérdés, hogy az LMP-ben hány zsidó van. Ö, pontosan, az, hogy ő már kilépett, akkor 49. Tehát hogy ez ki tudja, meg kitérnek, ez nem olyan, mint a szemüvegesek, szemüvegesektől, hogy meg tudod határozni. Elindul ez a fárad hogy, hogy mondja hogy, jaj, hogy nem, ő azért mondja ezt, hogy nem azért, mert antiszemita hanem mert, hát hogy pont, hogy azért, mert hogy nem az. <laughs> és akkor mondom, de, de, hogy akkor például miért nem arról beszélt, hogy például hány sváb származás. érdekes módon az, az, nem, nem került témába, vagy hogy hány rác értek. Vagy, tehát, hány zalamegyei. zalamegyeiek. Zala még, 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 azt egyébként, még azt az nyilván is van ugye tartva, tehát Igen. hogy ki onnan került be. De hogy ő egyszerűen nem tudja elengedni ezt a, ezt a zsidó listázásos témáját, és uh, egyébként amúgy uh, a, a legérdekesebb az, hogy hogy uh, tehát ezen az a baloldal, aki tényleg a, a, a humanizmus, szolidaritás, egyenlőség ö, ö, hangos szószólója, ez nem fontos ez nem, nem érdekes. Tehát az hogy, az, hogy mondjuk utoljára ilyet, mondjuk jó, hát ugye ez is poém, hogy azóta hol, melyik oldalon, tehát utoljára ugye Gyöngyösi Márton jobbikosként szerette volna a zsidókat listázni, de hogy, de hogy szerintem ez egy egész ö, ö, rémisztő időket idéző ö, politikai kommunikáció. Hát Még meg, nem meg... is igazán értem a miért. Én, én nem de. vagyok a cancel -nek nagy híve, de ezzel bárki kiírta volna magát Nyugat-Európába a politikából, nem egy évre, kettőre, hanem örökre. Tehát az, hogy te, mint miniszterelnök jelölt, az ellenzék miniszterelnök. 2022-ben. Pontosan ezt csinálod, szerintem egyébként ez valahol felháborító, mert én, én csak egy tovább vittem a gondolatot, hogy akkor kik lesznek a következők. Tehát most már túl vagyunk akkor a vallási dolgok. Izgulsz, hogy a dagadtak is bekerülnek. Olyan izgulok, izgulok, mert most már túl vagyunk azon, túl vagyunk a szexuális orientáció, akkor mi jön? jönnek a szemüvegesek, esetleg a fideszesek, vagy listázza a fideszeseket, és akkor azt mondja, hogy e, elnézést, álljon ön odébb mellőlem a sorból. De hát miért? Hát itt, itt, várok arra, hogy én is fizetesek. Igen, de maga egy fideses Áljon odébb. Hát ugye, egyébként a, neki volt a nagy ötlete, hogy a, a fideszes bírókat kellene még listázni, és azt hiszem, hogy ő már el is kezdett, mondjuk egyébként egy nagy listavezető, vezető, ami amely, most gondolj bele, hogy, hogy hányszor küldették bevásárolni, milyen hasznos figura lehet, <hats�> hogy, hát tudni nem vagy ki semmit, lehet egy kicsit szitkotódik közben, de végül is aztán a végén hozza. Tehát, <hats�> még... hogy... <hats�> nem tóm, hogy elítéli az uborkát. Egy uborka. Azt mondja, nagyon zöld ez az uborka, azért ez nem olyan piacpárti, mint amilyen én vagyok. De nem tudom, hallottad hogy -e? betelefonált Kardos Péter főrabbi a klubrádióba. Nem. Betelefonált, amikor is Bolgár György nagyon védte ezt az MZP-t, hogy itt a Márki Péter nem úgy gondolta, ő nem mondana ilyeneket, stb. És betelefonált a főrabbi, és csak itt olvasom fel, hogy mi történt. És a, mert ugye Márki Péter azt mondta Arthur Finkelsteinre, amikor a pesti srácokosok mentek utána a mikrofonnal, hogy a T főnökötek, aki egy melegházasságban élő homofób zsidó tanácsadójára hallgat című Do mondat hangzott tőle el. És akkor ezt, ezt, nagyon mentegette ott a, a bolgár györgyi, hát ez nem új volt, mindegy betelefonálta a Kardos Péter, és azt mondta, hogy, hogy, hogy szerinte ez a Márki Zaj Péterben ez benne van. És akkor mondta a bolgár, nem, hát ez csak azok a, azok a mocskos újságírók kiprovokálták, hát tudod milyenek, és erre azt nyilatkozta a fő rabbi, hogy én továbbra is csak azt mondom, hogy akik benne, akiben ez nincs benne, az abból ezt a legnagyobb provokátor se tudja kimondatni és ez ebben nagyon igaza van. Hát ez, ez abszolút így van, hát egyszerűen neked ez nincs a gondolat körödbe, ez a kiérlet gondolat, ami ugye itt bárki zajból ömlik, tehát akkor, akkor ez nincsen menne, és egyébként hozzáteszem, hogy, hogy tehát pont ugyanezt a tipizálást nyomja egyébként nem ugye a cigányság felé is, tehát azt mondja, hogy nyugi, nyugi cigányság, itt van a majd Izé, rendben rakom, te sok, Izé, igen, nem tudom, igen. Majd, majd nem tudom. És hogy a kenszek nekem az a bajom, hogy ezt, ezt ugye mindig abban a kontextusban használjuk, hogy az általa nem ö, képviselt, vagy, vagy azonosul nem tudó ideológiához kapcsolódó terméket eltörli. De én attól függetlenül azért én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, aminek van helye, tehát igenis egy értékrend mellett el lehet dönteni azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami elfogadhatatlan. Na most például kisebbségek listázása a számomra elfogadhatatlan, és nem igazán értem, hogy például mondjuk a baloldali médiában ez miért nem jelenik meg. Tehát, tehát és, és tényleg most nem akarok nagyon ilyen, ilyen Tényleg nem akarom ezt, mert ez egy komoly téma, nem akarom ilyen nagyon kampányizűen átalakítani a dolgot, de alapvetően itt arról van szó, hogy ők tényleg minden, mindent elengednek, ami valamilyen morális, értékalapú dolog, ők választást akarnak nyerni, és igazából csak egyedül a hatalom az, ami, ami, ami számít. És teljesen mindegy, hogy milyen brigáddal, ők választást akarnak nyerni, aztán majd lesz, ami lesz. És szerintem nagyon, nagyon felháborító az is, hogy ugye elkezdték azzal mentegetni, ez a legújabb, hogy ő ilyen karcosan, élesen, ilyen vagányon fogalmaz meg dolgokat, de csak azért, mert annyira belelobalja ez, nem magát. karcos. De ez nem, tehát, tehát ez, 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 konkrétan, ez... hogyha ez, a, ez a, jó, egy jobb oldali ember lenne, egy jobb oldali pártba, akkor ez konkrétan szerintem ez kirekesztő náci gyűlöletbeszédnek minősíteni bármelyik baloldali sajtóorganum, és mindenki azt mondja, hogy azonnal takarodjon. Nem csak a közéletben, hanem Magyarországon is, mert embernek helye, itt nincsen. Na, ehhez kép Képes. Itt meg van egy ilyen eszméletlen mentegetés, meg ilyen elhallgatás, meg mert akár, minkor, amikor tényleg csak annyi, legalább a saját lelkiismeretük szerint, mert ők már annyi embert lehúztak ezzel, hogy ő náci, ő antiszemita, ő kirekesztő, akármi ez a baloldali sajtó, legalább a saját lelkiismeretük miatt mondják azt, hogy ugye Péter elég, tehát vegyünk már elő egy másik témát, beszéljünk a nyugdíjrendszerről, beszéljenek ezt felejtsük már. Hát igen, ezt igen a meg, meg ugye tehát azért nagyon fontos, hogy ki ez az ember. Tehát ő az, aki ugye azt hirdeti, hogy Magyarország egységét akarja megteremteni. Tehát, hogy, és jól láthatóan ő jól megnevezett kockákból akarja összerakni Ez az egységet. Tehát ő nem egységnek akarja kezelni, mert jól láthatóan itt még ez egy nagyon, ö, nagyon heterogén kis brigád, és akkor ő szépen majd ezt jól egybe gyúrja, az hogy erős gyúrja egybe? Nem, a erős ez, szerintem ezt ő nagyon jó kitalált. Tehát Na. úgy azt mondja, hogy úgy lehet ezt a heterogén közeget homogénni alakítani, hogy ezeket a kisebbségeket így kirakjuk. Na rátok, nincs szükség. Na rátok, nincs szükség. Na rátok. És akkor, ó, megmaradtunk mi. Kedves ellenzéki szavazók. És akkor ott megy mögötte a flexzoli egy ilyen botta. Én nem, én Ez életlen. Na de mindegy, menjünk is tovább a harmadik témánkra. Márki Péter és a hatalom gesztusa címet adtam neki novellás kötetem harmadik novellájában. Ö mi is történt, ahogy erről már múlt héten szintén ejtettünk szót, de ez nagyon fontos, mert azért azóta is történtek itt izgalmas dolgok ezzel kapcsolatban. A Márkizai Péter azt állítja, hogy gesztus gyakorolt a kormányváltás érdekében, a jóbarátság megmaradása érdekében és az ellenzéki szövetség érdekében. Igen. Ezért ő eldobja azt az ötletét, elfelejti, hogy szeretne egy saját frakciót majd az új alakuló parlamentben. Mi történt itt valójában? Igen. Szerintem nagyon jól megválasztotta ezt a, ezt a kommunikációs forradalat, hogy egy gesztus gyakorolt. Tehát én például egyébként pont a minap gyakoroltam gesztus, mert el, hogy elmentem, megtankoltam az autómat, utána azt a gesztus gyakoroltam, hogy kifizettem. <hállt> Tehát, mert nyilván millió lehetőségem lett volna, tehát millió lehetőségem lett volna. De tudod, én azt mondom, hogy figyelj, nekik is élni kell valamiből, és akkor gyakorlatilag megléptem ezt a. És kezded hogy ez egy ilyen konszenzuális dolog. Nem szavar, hogy ezt fölírom? De ezt mi... Ez, ez ezt... Egy Nagyon jó, hát, hogy én is tudom majd alkalmazni. Meg azért, mert ha esetleg majd egyszer keresel egy jó gondatot, egy tetováláshoz, <laughs> akkor ezt rögtön magadra is szólt tetováltatni. Na, szóval hát én, én azt gondolom, hogy, hogy tehát Márkizaj Péternek, én tényleg nem tudom, hogy a kommunikációs brigádját az honnan szedte össze, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy a hódmezővásárra fő, az első három ember így és azt mondja, hogy figyelj, bármi van, érted, legyen jó, érted, mert tudod, az erősös húznak a szavazók, érted, Igen. lássák, hogy én vagyok itt az erős ember. Az előválasztás volt nekik ugye a, a nagy politikai innovációjuk, és ugye ennek az volt a lényege, hogy, hogy, hogy akkor kiderüljön, hogy, hogy akkor kinek hány képviselője lehet, meg nem tudom. Na most a Mindenki Magyarországét mozgalom, ahonnan ugye válogathatott volna Márkizaj Péter, hát mondjuk úgy, hogy kevésbé volt sikeres ezen az előválasztáson. Tehát ugye neki azért kell tárgyalni erről a frakció kérdésköréről, mert hogyha neki lenne a Mindenki Magyarországét mozgalomú mondjuk 74 olyan körzet, amit fixen hoz, akkor azt mondja, hogy gyerekek, hát mit alkudozzak, tehát alkudozatok ti. Igen. Na most ugye ez nem történt meg, én ha jól kalkuláltam, akkor ő ö, ő az egyedüli jelölt, aki a Mindenki Magyarországért mozgalom színében ö, ö, sikerrel elindulhat ö, Csanád Csongrád négyes számú választó ö, körzetében, és ö, hát az az egy, az nem olyan sok, hogyha te egy frakciót akarsz. <laughs> <laughs> Mondhatjuk úgy is, hogy elégtelen mennyiség, <laughs> és, és egyébként amúgy ilyen de én tudom, hogy gondolt ezt, tehát, hogy, hogy ugye itt, itt ugye nem az van, hogy, hogy itt maga a frakció, mert ezt úgy beszélnek, hogy mint Elvis síkon egy saját frakció lehet -e? Itt ugye a, az elvisik az lenne, ha neked lenne annyi embered, de nem állapodtatok meg, hogy ők a te frakciódba ülnek. Itt az van, hogy ugye ő ember csak a listáról tud bevinni, tehát ő se onnan más, egyéniben nem lesz embere, és, és, hát azt gondolom, hogy ugye listáról a többiek is szeretnének bevinni. Az, de tényleg ezt gondolod? Én azt gondolom, te egyébként megmondom összintén, hogy ezt nem én, ezt a politikai zsenim, ja, mondatja ja, okay, mert Egészen újszerű dolgok, egészen újszerű dolgok. igen, 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 hát vannak ilyen meglátásai. és, és akkor én nem is tudom, hogy, hogy tehát ő úgy akarja előadni azt, hogy neki valójában ott egy tárgyaló pozíciója volt, hogy odaült az asztalhoz, és, és, és akkor neki gyakorlatilag ugye se pártja, se jelöltjei se támogatói, se aktivistái, semmi. Tehát ezt az alkudozást egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy friss pedagógus házaspár elmegy az OTP-be lakáshitelér. Tehát mondhatjuk úgy, hogy ez nem a legerősebb alkupozíció. <laughs> voltám, hogy... <laughs> hát ez De egy kicsit úgy ült oda, igen, ezért én is annyit gondolkodtam, hogy, hogy így, én is mondhatnám itt a csajszeteket, de hát csak, tudjátok, lányok azért nincsen porsé, hogy ne szálljak el magamtól, mert nem, nyilván nem az, hogy nincs a róvém. Tehát, csak nem Igen. akarok. Tehát engem ne az autó, Ez kizárólag akarat és pénz hiány. És ugye, akik megmondták neki, hogy, tehát akik előre jelezték, ugye, hogy, hogy itt nem lesz saját frakcióra szükség, az ugye a Jakab Péter volt és a, és a, a DK, hogy akkor itt, itt akkor mindenki szépen maradjon a bugyiába, mert hogy ugye alapvetően ez egy hat párti megállapodás. Tehát, hogy itt azért nem hét, mert hogy ugye hat. Mert, mert ugye nem létezik gyakorlatilag a hétedik. Igen, és hát, és hát akkor ugye pont ezzel egy időben volt a Brug Gábornak egy, egy nagyon elhíresült klubrádiós klub interjúja, ő egy ilyen baloldali kampányguru, aki, aki egyébként nem is tudom, hogy miért fogalmazott így, de azt mondta, hogy hát ezért ezt tudomásul kell venni, tetszik vagy nem tetszik, hogy azért a, a baloldalon, hogyha a hatpát leül tárgyalni, ott az osztályfőnök, vagy nevezzük apukának, az a gyurcsány. Tehát, hogy hogy, 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 alapvetően, tehát, hogy ezt itt lehet így kenegetni, hogy itt ki, kifelé gyakorol a gesztusokat, de azért a parancsnokiban ne felejtsük el, hogy Feri bátyák azért fixen ott ül. <laughs> Visszahúzódva, csöndesre fogva magát, mert ugye ezt kérték, de azért szépen elsakkozgat még. Igen, igen, igen egy, egyébként nekem nagyon tetszik az ő most, mostani karaktere. Tehát az, ő, ő, már nem ez a frontpolitikus, tudod? Tehát ő, ő, ő az agytrözt, a bölcs, aki oszt egy kis ö, bölcsességet, tudod, hogy, tudod, tudás, hogy idős? Mennyi. elég öreg már, nem? 61 je? éves. Csak 61 éves? 61. Most még lehúz egy négyet, el be, 65. Eee, 65, az ő az lesz. Ő az. akar lenni majd a magyarországi Joe Biden. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor kövessetek minket a közösségi médiában, és iratkozzatok fel a Kontra YouTube csatornájára. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Takk fyrir að hlusta.